Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit az Összhang Kulturális Magazin műsorban. A Filharmónia Magyarország szervezésében 2017. október 3-a és december 16-a között került sor a Maestro Solti Nemzetközi Karmester versenyre. 15 év után ismét megmutathatták tudásukat az ifjú dirigensek a média nyilvánosság előtt. A rangos eseménynek a Budapesti Magyar Állami Operaház Erkel Színháza, valamint Európa egyik legjobb akusztikájú koncertterme, a Pécsi Kodály Központ adott otthont. 2017-es esztendő maestrója Leonardo Cini, olasz karmester, második díjat Ázsia Sadikovic, osztrák karmester, a harmadikat pedig az izraeli születésű Nimrod David Pfeffer, és a verseny közönségdíját Dobszai Péter karnagy vehette át. Az örömön túl hogyan összegeznéd a versenyt? Nagyon sok zenei tanulsága volt a számomra, amik nagyon örömteliek és nagyon hasznosak a későbbiekre nézve. Néhány érzeti szinten és dolgon túl, amik jól hasznosíthatóak, vannak karmester technikai vezénylés, technikai felfedezéseim néhány, részben olyan, amit konkrétan tanácsként kaptam Ötvös Pétertől a döntő után egy beszélgetésben. Másrészt pedig nagyon komoly útravalóval bír az a zenei tudásanyag, amit a felkészülés során a partitúrákból kiolvastam, és ebben vannak bizonyos kodályi harmóniai megoldásoktól kezdve József Haydnnak zenei szerkesztési és periodizálási, formálási módszerein keresztül egészen olyan bartóki megoldásokig és hangzatokig, amiket korábban ugyan hallottam, de nem tudatosítottam ennyire. Ilyenkor születnek-e barátságok? Volt-e arra lehetőség, hogy újabb emberekkel, újabb karmesterekkel ismerkedjél meg? Hál' Istennek igen, igen. A magyar karmesterek közül szinte mindenkit ismertem már, de Farkas Róbertet nem. És ő vele az elődöntőnek az eredmény hirdetésén találkoztunk először, és azóta most már kétszer is volt nálunk vendégségben. A középdöntő alatt már nagyon jó zenei beszélgetéseink voltak, zenei és emberi beszélgetéseink, és egy kölcsönösen gyümölcsöző szakmai és baráti kapcsolat lett belőle. És a külföldiek közül is volt olyan, akikkel jó viszony alakult ki, és hát a versenynek jellemzője, hogy ugye magyar rendezés, tehát magyar koncertmeghívásokat kaptak a külföldiek is díjként, és ezért például többükkel volt olyan, akikkel megbeszéltük, hogy amikor ezek valóra válnak, ezek a meghívások a jövő évadban, akkor jelentkezni fognak, és több közös programot már leegyeztettünk, amit ebben az időszakban majd így a verseny által segítve a kapcsolattartást meg tudunk majd valósítani. Nagyon örültünk a közönség díjadnak, de egy kicsit izgultunk is a döntőn, mert azt hiszem a legrövidebb darabot húztad, és talán ilyenkor nem csak a tudás dönt. Hát igen, ezt hangsúlyozta a zsűri, hogy az ő általuk felállított sorrend az aznapra vonatkozó és szubjektív döntés, amiben egy ilyen versenykiírásban óriási szerepet játszik az, hogy ki mit vezényel. Tehát egészen más lehet megmutatni egy doknányi szimfonikus percekben, mint a Debussy tengerben vagy a táncvitben. Ezt láttuk, hogy így van kiírva, nem örültünk neki, de nem lehet vele mit csinálni. És hát azért sajnálatos csak ez a dolog, mert ebben a kontextusban egy kicsit olyan sajnálattal beszélünk a doknányi szimfonikus percekről, pedig egy nagyon jó darab amúgy. A versenyt követően milyen felkéréseket kaptál? Magyar zenekaroknak, jó pár magyar zenekarnak a felkérését. Ezek közül egy már meg is valósult, amit még a középdöntő után kaptam felkérést, egy újévi koncert a Szavária zenekarral. Ez olyan ismerettség alapján valósult meg, nem hivatalos díjként, de olyan ismerettség alapján, amit a versenynek köszönhetek. A többi hivatalos felkérés pedig a jövő évadra szól. Itt jó pár zenekart fogok részint most először vezényelni, részint pedig a versenynek köszönhetően jó pár zenekarhoz visszatérhetek, mint meghívott vendégkarmester. A közeljövőben hol
láthatnak, illetve hallhatnak téged itthon, vagy esetleg külföldön? A most következő hetekben lesz két koncertem karmesterként, amit kiemelnék. Az egyik a Stúdió 5 kortárs zenei alkotó műhely és zeneszerző formációnak a közös koncertje február 23-án a Zeneakadémián a Solti teremben este 7 órakor, ahol jó pár ős bemutatót is fogok vezényelni, és két olyan vonós zenekari művet is, amik ugyan már belettek mutatva, de itthon azért nem gyakran hallani őket, és ezek nagyon izgalmas zenék, úgyhogy ezeket tudom sok szeretettel ajánlani. Ezen kívül Szent Páli Rolandnak a műveit fogom vezényelni a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral nem sokára. A külföldi fellépések pedig az első májusban esedékes, amikor Oroszországban fogok életemben először vezényelni. Erre készülök és nagyon várom, különösen, mert magyar műsorral mehetek, ami mindig nagy öröm. És aztán novemberben pedig Németországban az Altenburgi Filharmóniával lesz 3 koncertem. A következő percekben könyveket ajánlok nézőink figyelmébe. A világon 3 és 8000 közé tehető a nyelvek száma, pontosan nem tudható, hány nyelven kommunikálnak az emberek. A magyar nyelvet határainkon túl körülbelül 1,5 millióan Romániában, közel 500 000 Szlovákiában és kisebb számban Szerbiában, Ukrajnában használják. A magyar nyelv finn-ugor eredetű, s mint ilyen az uráli nyelvcsalád finn-ugor nyelvcsoportjának ugor ágához tartozik, tanítják az iskolákban. A magyar nyelv eredetével kapcsolatban nyelvészek, antropológusok, szakemberek különböző elméleteket fogalmaztak meg az évek során. Imre Kálmán építés, számos cikk és könyv írója, szerkesztője és fordítója. Az utóbbi időben szakmájától távol eső területre evezett. A nyelvtudománnyal került kapcsolatba, mint fordító. Badinyos Ferenc sumerológus, Argentinában élő sumerológus a 70-es évek végén több előadást tartott itt Magyarországon. Engem érdekelt ez a téma, és eljártam az előadásaira. Ennek kapcsán kerültem közel tulajdonképpen ehhez az őstörténelem és az nyelvészet kérdéséhez is. Nagyon sokat foglalkoztam a kérdéssel, nem vallom a sumér-magyar nyelvrokonságnak a tételét, de azért a finnugrizmustól is egy kicsit azért távol tartom magam. Ennek a kapcsán egy Amsterdamban élő magyar nyelvész, Marász László professzor, aki az Amsterdami Egyetemen tanít, őneki jutott eszébe, hogy kint talált ő olyan könyveket, amiket jó lenne magyarra lefordítani, és hazaküldte ezeket a könyveket Amsterdamból. Egy barátom, ismerősöm révén jutottak el hozzám. Az első ebből a Grover Krantz amerikai antropológusnak a könyve, ami érdekes módon az európai nyelvek földrajzi kialakulása, ez a címe, az eredeti címmel abszolút megegyező. Nagyon újszerű szempontokat vet fel a magyar nyelvnek a kialakulására. Vallja, hogy a magyar az egyik legősibb, ha nem a legősibb európai őshonos nyelv. És ennek a fordítása az végsősorban egy óriási munka volt, és tulajdonképpen én megbíztam vele egy Amerikában élő barátomat. Először arra gondoltam, hogy jobb lenne, ha ő fordítaná le, mert a felesége angol, tehát jobban benne van a nyelvbe. Elutasítás volt a dolognak a vége, és így neki láttam. Megszereztem a professzornak, a szerzőnek a címét, és levelezésbe kerültünk, és nagyon sok hasznos tanácsot adott a fordításhoz. Végül is sikerült a fordítást megcsinálni, és elküldtem neki egy tisztelt példányt karácsonyra, amikor elkészültem vele. Lelkendezve válaszolt, hogy megkapta, és aztán semmi egy más hírt nem kaptam róla, és közben meghalt, kiderült. Tehát még nem tudta a magyar kiadást kvázi élvezni, mert még arról is szó volt, hogy esetleg ellátogat Magyarországra. Tehát ez a magyar nyelv szempontjából nagyon, nagyon lényeges alapmű, erre most már
tulajdonképpen Papp Gábortól kezdve egy csomó minden ilyen őstörténettel és nyelvészettel foglalkozó ember hivatkozik. Ez egy olyan lényeges, fontos mű. Ugyancsak Marász László küldte az a másik könyvet, amit viszont egy olasz származású Angela Marcantonio nevű olasz nyelvész írt, az Uráli nyelvcsalád a könyv címe. Ővele is tulajdonképpen ugyanez a történet zajlott, mint a Kranccal, de ez még bonyolultabb volt, mert ez tömény nyelvészet. Azt egy nem szakmabeli, tehát nem nyelvész írta, úgyhogy az egy olvasmányosabb megközelítés volt. Ez a hölgy, a Marcantonio, az viszont ténylegesen nyelvész, úgyhogy ez kifejezetten szakembereknek, és tulajdonképpen ő is tanít, Angliába él most pillanatnyilag, de ő is tanít Amsterdamba. Hát én ezt a fordítást, ezt többször a sarokba vágtam, mert olyan iszonyúan nehéz volt, és végül sikerült egy lektorálásra fölkérnem egy régi kedves barátomat, aki a Debreceni Egyetemen angol nyelvet tanít, és ő lektorálta. Végül is nagyon, nagyon sikeres volt a munka, mert nem sok javítani való volt benne. Mikor a könyvnek a bemutatóját tartottuk, itt lehet látni az első címlapon, ahogy Drága Kálmánnak tiszteltel Angela, ezt magyarul beleírt a könyvbe a szerző, nagyon meg volt elégedve a fordítással. Hát tulajdonképpen ez is a magyar nyelvnek a nem finnugor rokonságát forszírozza, tehát ez is az ellen, a finnugor rokonság ellen íródott ez az egész, és az egész könyvben ezt próbálja bizonyítani, hogy nincs ilyen kapcsolata a magyar nyelvnek. Mint ahogy végül is a harmadik, amit maga a professzor írt, Marácz László, ezt a címet, ezt az elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink címet, ezt én adtam a könyvnek, mert az eredeti angol cím az olyan volt, hogy abban maradtunk, hogy ha ezen a címen, ezt szó szerint lefordítjuk, ezt a kutya nem fogja megvenni. Towards Eurasian Linguistic Isoglossis, the Case of Turkic and Hungarian, tehát az eurázsiai nyelvészeti izoglosszák irányában, kettős pont, a török és a magyar esete. Szóval ilyen címen nem lehet eladni egy könyvet. Kint el lehetett adni, ezzel a címmel jelent meg végül is a könyv, de érdekes módon Asztanában jelent meg, Kazaksztánban angolul. Ott adták ki először, és onnan kaptunk mi egy példányt, angol nyelvű példányt, és azt fordítottam le. Na, ennek a könyvnek viszont az az óriási előnye, az amellett, hogy ez abszolút tagadja a finnugor magyar rokonságot, tehát inkább a törökös vonalat. Ez a régi ugor-török háború, ami még a múlt században dúlt, mármint nyelvészek között, annak egy folytatása, és nagyon jó történelmi áttekintést ad az előzményekről. Tehát, hogy került a magyar nyelv ebbe a csapdába, hogy finnugor nyelvé lett, legalábbis a hivatalos tudományos álláspont szerint. Úgyhogy ez a három könyvet, így mondom, a Marácz köti össze, mert mind a három őtől érkezett Magyarországra, és most idén volt, tavaly nyáron volt a könyvhéten a bemutatója, akkor jelent meg. Hát nagyon boldog volt a Marácz László, hogy ez sikerült összehozni, és az egész fordítás az úgy zajlott, hogy én fejezetenként lefordítottam, és küldtem ki neki, és ő korrigálta, és küldte vissza, mert természetesen erre egy
magyar országi hivatalos nyelvész lektort nem lehet találni, mert hát ezzel elzavart volna mindenki engem valahova, hogy ilyennel foglalkozzon. Tehát nem is, próbáltam egy-két irányba elindulni, hogy valakit keresek, aki ezt lektorálna, de azt mondták, hogy ez reménytelen. Úgyhogy arra gondoltam, mivel a szerző tud magyarul, ő tudja, hogy mit írt, ő a legjobb lektor akkor ebben az esetben, hogy átnézze, amit fordítottam, és kis javításokkal küldte vissza mindig az anyagot. A Kulturális Magazin műsorunkban egy különleges díjátadás helyszínére invitáljuk nézőinket. A magyar reneszánsz költészet legnagyobb képviselője, Balassi Bálint nevét viselő emlékkard átadására került sor 2018. február 14-én a budai Gellért Hotel Goblen termében. A díj létrehozójával, a kuratórium elnökével, Molnár Pál újságíróval beszélgettünk az ünnepség előtt. Mi indította arra, hogy ezt a díjat létrehozza, vagy létrehozzák, hiszen azt hiszem az ön javaslatára született meg a döntés? A legjobban az motivált, hogy nagyon bosszantott a Valentin hisztéria, és úgy találtam, hogy a Jóisten minket megajándékozott a 16. században egy Balassi Bálint nevű költővel, aki mintegy 100 európai csúcsszintű verset alkotott. Ez az irodalmi anyag elegendő ahhoz, hogy az Amerikából átömlő Valentin hisztéria ellen egy kulturális ellencsapást mérjünk. Ez volt a legfontosabb. A másik, hogy ugye 1997-ben a Hornkunce garnitúra telepedett rá az országra, a kulturális élet is el volt szürkítve, itt Budapesten borzalmas állapotok voltak a kultúrában, tehát szerettünk volna egy európai szint behozni a budapesti kulturális életbe. A kuratórium választja ki mindig az adott évnek a díjazottját. Minek alapján történik ez? Hát jó. Jó alapok vannak. Ugye annak idején kérdezték, hogy mi a filozófiája a díjnak, és mondtam, hogy ugye a díj névadója Balassi Bálint, az akkori kuratórium neked pedig úgy hívták, hogy Makovec Imre. És arra gondoltam, hogy ez már meghatározza a díjnak a filozófiáját. Ugye Balassi egy európai ember volt, noha ő maga ezt a szót, hogy Európa a verseiben nem írta le, azt a szót pedig, hogy Európér, azt valószínűleg nem is nagyon ismerte. Ennek ellenére tudott jó néhány nyelvet, de ami lényeges, hogy még a török nyelvet is tudta, az ellenség nyelvét, és megbecsülte az ellenség kultúráját, irodalmát, hiszen török mintára is írt magyar verseket. Ennél európaibb embert nehéz elképzelni ma is. Az utóbbi 3 évben a Szentgyörgy Lovagrend katonai hagyományőrző tagozata adja a díszőrséget. Ez utóbbinak oka az is, hogy én magam 25-26 éve a Szentgyörgy Lovagrend tagja vagyok, tehát a bajtársaimat, lovagtársaimat hívtam meg ide. Ez nekem egy nagy biztonságérzet ebben a eléggé bonyolult és feszült ceremóniában. Minden évben 2 díjazott van az irodalmi kategóriában. Ezt már ugye az elmúlt évben tudtuk, hogy kik a díjazottak. Határon túliak is vannak, és az idén is egy ilyen díjazott. Miért pont ő lett? Ugye a Balassi kard bölcselete nem ismeri el Trianont. Trianon a nyugat világ, az atlanti világ óriási történelmi bűne. Mi ezt nem ismerjük el. A magyar kultúra egységes. Nekünk a Székelyföld Magyarország része. Egy székelyföldi költő, magyar költő. Na most majd meg fogja itt hallani nagyon kiváló költő Lövőtei Lázár László, az egész teljes magyar irodalom elfogadja és nagyra tartja őt. Nagyon örülök, hogy ilyen kiválót tudtunk kiválasztani ebben az évben. A műfordítók közül ma egy bolgár kapja meg ezt a nemes kardot. Hogyan szolgált rá erre a díjra? Ugye ő a legkiválóbb bolgár költők közé tartozik, és a gondolkodás módja is demokratikus és európai. És ő maga barátja volt Utasi József
Balassi Kardos költőnek, illetve barátja Kis Benedek Balassi Kardos költőnek. Tehát személyes kapcsolódások is fűzik ehhez a balassi kultuszhoz. És végezetül a díjról, a kardról, ha néhány szót hallhatnánk. Maga a kard egy 16. századi végvári szabja mintájára kovácsolt szálfegyver. Volt egy balassi Menyhért nevű ember, sokan Menyhártnak ejtik a nevét. Őneki a sírjában találtak egy kard maradványt. Ez a kard maradvány jelenleg a Nemzeti Múzeum 16. századi termében van. Ennek alapján alkotta meg a kard maradvány alapján Fazekas József bonyhádi kardkovács, és ő maga alkotta mind a 41 kardot, ami a maival együtt kiosztatik, átadatik a díjazottaknak. Így keletkezett maga ez a kard. Ez nagyon méltó Balassihoz. Borotva élesre kifent, nagyon, nagyon veszélyes fegyver, ezért vigyázni kell rá. Ezen túlmenően ma még lesznek díjazottak, ha jól tudom. Igen, az utóbbi években az európai balassi kultusz gazdagítóiból egy-egy kiválóságot kitüntetünk. Az idén Prokop Mária a kitüntetett, a professzor asszonyt nagyon szeretik és tisztelik. Ő maga is nagy balassi rajongó, hiszen az esztergomi Balassa társaság elnöke. Tehát őt most azért vettük elő, hogy így mondjam, mert még az érem alkotójának, Rieger Tibornak is jó együttműködő társa. Különböző felvidéki szoboravatásokon együtt jelennek meg. Ha jól számolok, akkor ugye ez már a 22. kard átadás. Van-e valami változás az elmúlt évekhez viszonyítva? A ceremónia folyamatosan kristályosodik és szépül. Így tulajdonképpen mindig fejlődik, vagy változik, hiszen mindig egy másik ország jön be a képbe, mindig egy másik költő világa jön be, tehát ez mindig hozzáigazodik, ez a ceremónia az adott költőhöz és az adott lehetőségekhez. Arra gondoltam, hogy ebben a műsorban talán el lehet mondani, hogy azt kérem az égiektől, hogy aki ezt a beszélgetést hallgatta, azokat balassi szavaival, mint sok fát gyümölcsel, sok jó szerencsékkel áldjon Isten mezőkbe. Püspök úr, professzor urak, elnök urak, igazgató urak, kedves hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Balassi Pálint emlékkard 22. átadása alkalmából. Hogyan vélekedik a székelyföldi költőtárs? Ferences István Balassi Kardos költő laudációját Szalóczi Pál Kazinczy díjas előadó művész olvassa fel. Vagy sose lesz egyéb hazám, mint az ég, arany. Te vezettél ide, Uram, ez igaz. S tényleg jó itt, meg minden. Vagy mégsem az? Mondom, jó és szép, de tudta a fene, hogy ilyen sok izgalom is jár vele. Oda mindegy. És mert a műfaj kötelez, áld meg ezt a földet, amíg haza lesz. És áld meg ezt a földön futó bolondot, persze, hogyha egyáltalán megtudod. Csíkszentdomokos 2007-ben Szent László királynak jár. Lövitei Lázár László Kis Magyar Zsoltár című versét iktatva írásomhoz előhangnak, fontosan tartottam egész évben idézni a keltezéssel együtt. Azért, hogy némi támponttal szolgáljunk annak a nem csak természetes, hanem akár közéletinek is felfogható, pontosan talán, ha közérzeti meghatározást használunk, élettérnek a betájolásához, ahol él. Persze Csíkszentdomokos helyett születhetett volna a vers Lövétei univerzumának másik archimédeszi pontjában, Lövétén, a szülőfaluban, hiszen annak is hazának kellett válnia. Már-már mágikusnak mondható kötődése a két enigmatikus székelyfaluhoz olyan, mint az ég. Arany Jánosnál emiatt az elődök, az elveszett Éden, amott az utódok, az ígéret földje, a költői lélek katartikus ingázásai, a mindkét irányba végtelenülőve, ahol vallatóba görgülnek,
a felkiáltó jelek, ahol naponta rám kérdez az Úr, mi lehet szemben? És szól a költő, válaszol, te vezettél ide, Uram, áld meg ezt a földet, ahol mindenütt a végekben vagyunk, és ahol megölnek egy főpapot, bogázal járja Belzebub, vacog sok szegény halott, mi lesz velünk a föld alatt, ha már temetni sem szabad. A pápa átka megfogad, bokázva járja Belzebub. 100 évig tej hatalma van, és országolhat egy nagyot, ha megölik a főpapot. A Bátori András bíboros fejedelem emlékére ajánlott ballada azt jelzi, hogy lövétei nem csak belakni akarta, hanem azonosul is a szerelemből választott hazával, Csíkszedomokossal. Maga a kitüntetett költő választotta ki azt a verset, amelyet most Botán Endre színművész Csíkszered a díszpolgáron mondja. Lövétei Lázár László, Requiescat. Idegen város volt a jelennek perce, Arany János. Ha nem félnék, hogy még ilyen se lenne, s még ennyi érdekes se lenne benne, az ember élet útjának felén, Isten bizony, hogy újra kezdeném. De vajon mit tudnék csinálni jobban? Vagy akkor is így röhögnék kínomban? Esetleg ráncolnám a homlokom, hogy épp ma, és épp itt kell, hogy lakjam? Vagy a fórumon hordóra állva pogányos átkot szórnék a világra, hogy de kihez szaladnék akkor sok bajommal, hogy oldozzon már föl, de most azonnal? Vagy akkor is ez lenne, ami most van? Hogy üldögélni kéne szép nyugodtan, és az Úrtól várni a megváltást, stb. Míg az ember végül odajut, hogy a borát a csizmos szárába tölti. Az ünnepségen ős bemutatóra is sor került, Bejser Matyó Tamás Vidám Vitéz ének című zeneművét a török bálinti Cantabile kórus tolmácsolta Vékely Marian vezényletével. Kedves nézőink, az Összhang kulturális magazin műsort látták, a jövő héten szombaton ismét jelentkezünk 16 órától. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!